Hogy mindenkinek egy újabb szolgáltatói eszköznek a bemutatója következik. Hát egyébként lehet ilyet kapni minden bizonnyal bármelyik elektronikai boltban. Ez egy hármas csillapító arra az esetre, hogyha szükségessé válna a kábelmodem elé behelyezni. Kevésbé elővigyázatosak azok felteszik a felviszik a padlásra, például a légkábel és a koax közé. Ugyanakkor az elővigyázatosabbak, mint például a tegnapi technikus, aki kijött hozzánk, ő közvetlenül a kábelmodem elé tette, tehát a kábelmodem és a koax közé. Én pedig annyival fejeltem meg akkor a dolgot, hogy beiktattam még ezt a mániámat, a Signál 46-45 F-típusú villámvédőt. Tegnapi trükk még az, hogy mert eddig akárhány szerelő járt nálam, sohasem láttam, hogy ezt villáskulcsal oldanák meg. Rájöttem, hogy nem rájöttem, hát láttam is, hogy 11-es kell a csillapítóhoz, illetve a coaxhoz, és 12-es, ami itt van, 12-es pedig a szignálhoz. De egyébként, hát, amit látható, az egy ilyen univerzális méret, mert 12-13-mal is csavarható, de az igazi, az mégiscsak a 12-es. No, én olyan tanácsot is kaptam, hogy hagyjam bent a csillapítót, meg olyat is, hogy ne. Most egyelőre, mivel úgy néz ki, hogy tökéletes a szolgáltatás, kivettem, nyáron meg pláne nem fog szerintem hiányozni, és jól megőrzem, tehát nem fogom sem kidobni, sem elpasszantolni. Egyetlen bánatom az, hogy egy kicsit jó erősen rászorította az előző szerelő, mármint a egyel előtti. Ugyanis hát meg kellett fogni egy jó kis kombinált fogóval, ami azért a matricáján rajta hagyta a nyomát. Ezt nem így akartam, de nem szorítottam meg erősen, és amint az látható, hát ez egy eléggé reszés dolog, és hát a matricáját megkúszta egy kicsit. Na bum, hát ezért nem fogják leharapni az ember fejét. Főleg, hogy egy ilyen, nem tudom, talán 100 vagy 200 forintos dologról van szó. A szignál az lényegesen többe került, aminek viszont kétségbe vonták a hatékonyságát, de semmi gond, mert nekem van egy másik LAN alapú gigabites túlfeszültségvédelmem, és igen, tudom, paranoiás vagyok, de én használom ezt is, meg azt is. És megjegyzem, most sem a szignállal volt a gond, a másik szignál most is bent teljes és szolgáltat a Connect Box előtt, hanem ugye egy olyan hiba fordult elő, ami a flash-sel kapcsolatos, és a flash történelme alatt még soha nem fordult ilyen elő, vagy hát arról van szó, hogy minden a legtöbb és legelterjedtebb sebességmérő oldalak a flash-t használják, internetsebességmérő oldalak a flash-t használják, és az történt, hogy ugye ezek az oldalak most hirtelen alacsony sebességet kezdtek mérni. Ahogy közben a modem jelszintek remekek voltak, és hát az lett a vége a dolognak, hogy kiderült, hogy a flash volt a ludas, ezúton is elnézést, tehát nem gondoltam én sem, hogy ilyen be fogok belefutni. Na minden esetre az a lényeg, hogy túl van, megvan a CB csere. Most hibátlan a szolgáltatás. Az is bezavart, hogy tegnap az RTL Moston volt némi szaggatás. Tehát nem volt teljesen alaptalan félelmem, hogy a szolgáltatással van valami gond, de ezek zavaró tényezők voltak, amik tévútra vittek engem is, a szerelőket is, mert a szerelők előtt is, hát ugye ők is megnézték, hogy itt nálam, hogy milyen
milyen sebességet produkál a rendszer, látták közvetlenül a Connectboxra rácsatlakoztatva is, hogy hát ilyen 30 megabit per szekundum volt lefele, 240-es neten van, csak már elsegítem meg is, és egy jó, hát változó volt, a 0,2-től a 20 megabit per szekundumig felfele minden volt, csak egységes mérés nem, és hát kicserélték a Connectboxot. Engem egy kicsit azért bánt a dolog annyiból, hogy felesleges kör volt, kétszer ráadásul felmentek a padlás. Ez nem gond, csak az, hogy ami beválik, és jó, az ragaszkodik általában az ember, de mindannyiunknak meggyőződése volt, még ki nem derült a fórumon, hogy a flash okozza ezt a galébát, hogy tehát nem csak nekem, a technikusoknak is, hogy most már a Connectbox, illetve az ügyfélszolgálatnak is, a UPC ügyfélszolgálatnak. Tehát ez nem belső hálózati hiba volt, mert ugye szokott lenni, hogy az EFIC-nél, nem nálam, hanem úgy általában az előfizetőknél, hogy jaj, megtört a kábel, meg tudom is. Tehát elő szokott ez fordulni, nálam sosem volt ilyen. Erre pedig, hogy szoftveres gondja legyen, ráadásul úgy, hogy a legfrissebb flash van fent, ugye gyárilag csak a Chrome és az Edge böngészőkben lévőt használom, Firefox alatt nincs is. Hát, elmondhatom, hogy remélem soha többet ilyenben nem gyalogolok bele, és még annyit, hogy a flash-t utálom. Na, ennyi lett volna, mindenkinek minden jót. Eddig is utáltam egyébként, de eddig csak kellemetlen volt, most meg is szívtam vele. Na, mindenkinek minden jót, jó éjszakát, sziasztok!